A bajnok Kálus Eménese az osztályozó nem tudott feljutni az NB3-ba, a másodosztályú bajnokok közül a Kótaiese vállalta az első osztályt, ám az Újdonbrádese és a Csenger Simáért KH együttesei nem éltek a feljutási lehetőséggel. Ráadásul a 14. helyen végző Balkányese a másodosztályra adott benevezést. Így a versenyszabályzatban leírt feltöltési szabályzatot figyelembe véve kellett kialakítani a mezőnyt. A megyei másodosztály legjobb második helyén végző, ezáltal felkért, Nagykálói VS-e vállalta az élvonalbeli kihívást, a legjobb kieső Balkány a másodosztályba nevezett, a sorban következő, második legjobb feljutó, Gergely Ugornya pedig nem kívánt élni a magasabb osztályban való indulással, így a 15. helyen végző Nyírmegyes Eskára szállt az élvonalbeli jog, amivel éltek is. A megyei első osztály mezőnyét így a következő csapatok alkotják. Csenger, Ibrány, Kálósemjén, Kemecse, Kótaj, Mándok, Máté Szalka, Nagykálló, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyíregyházi Spartakusz 2, Nyírmegyes, Nagyecsed, Tarpa, Újfehértó és Vásárosnamény. Az augusztus 12-13-ai hétvégén rajtoló pontvadászat őszi szezonjának sorsolását július második felében készíti el a Megyei Igazgatóság Versenybizottsága.